Üdvözlök mindenkit, nekroklin vagyok. Srácok, jöjjön egy kis Dreadnought, mi a fene ez? De hogy őszinte én már egyszer bemutattam nektek ezt a játékot, de most annyi változott, hogy felébredek reggel a kis ágyam, megnézem az e-mail, -e és nézem a Business Cooperation, és így, ó, oh, hello, és így a srácok a Greybox-tól felkerestek, hogy neve mutatnám be a játékot, mivel hogy jelenleg megjelent Steamen is. A Dreadnought egy free-to-play játék, Steamen le lehet tölteni, de mindjárt belevágunk, hogy miről szól az egész. Viszont ami változott, és amit el kell mondjak rögtön itt az elején, hogy ez egy fizetett promóció, szóval bemutatom a játékot, és igen, fizetnek érte. Ráadásul egy csomó minden extrát kaptam a játékban, mivel hogy voltak olyan rendesek, hogy már megértem nekik, hogy figyeljetek, srácok, én ismerem a játékotokat. Már egyszer bemutattam, van egy akkontom, de mivel, hogy nincs, ugye nem fizettem extra kredit, stb. mindent be, nincs túl sok mindenhez hozzáférés a játékban. Nem -e dobnátok meg egy kis játékbéli akármivel, cuccokkal, hogy ezt jobban be tudjam nektek uh, mutatni. És ezt meg megcsinálták, és wow. Tehát köszönöm szépen, remélem valaki ért magyarul uh, ott a Greyboxnál, Úgyhogy, uh, ja köszönöm szépen, srácok. Tök jó jött és tényleg meg tudok egy csomó mindent, szóval uh, vágjunk is bele, mi a Dreadnought, még egyszer egy free-to-play játék, ezt így meg kérték, hogy mondjam el, free-to-play játék, letölthetitek Steamről és van egy speckó linkem, használjátok a speckó linkemet, ott van a videó leírásában, na de mit kaptok a, a dragnoktól a nulla pénzetekért konkrétan. Szóval, mivel már egyszer bemutattam a játékot, uh, magam, ott se tudott lár rossz szavam lenni. A Dreadnought egy fasza, baszott nagy űrhajókkal, csatahajókkal, monstrumokkal való multiplayer, tehát valódi játékosok ellen játszol. Van neki egy gyakorló övezete, és de azt megkérték, hogy nem mutassa meg a videót, az inkább gyakorló öve övezet, de ott is jön valami XP, hogy arról van szó. Viszont a maga a csaták, amik vannak ebbe a játékba egyszerűen elképesztőek, és most, tehát a játék már nem ma uh, indult el, tehát már egy mint egy éve, hogy nekem ugye ott van a gépemen, és, és megismerkedtem ezzel a játékkal, és szeretem a Sifit, ezt már tudjátok rólam, és vannak ugye odakint olyan játékok, mint az Eve, vagy Star Citizen, ami kurva drágák, de nem, a, nem szeretnék velük játszani, mert túl sok időt vesznek igénybe, és íme itt van egy free-to-play, tehát még nem is drága, Dreadnought nevezeti játék, amivel nagyon könnyű belevágni azoknak, akik szeretik az ES hasonló játékokat. Nem kell Uber sokat farmolni, de kell azért, mert free to play, tehát nem, de nem olyan sokat. Tehát a jutalom érzet valahol a belátható határidőn belül van, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, ha egy játokról van szó. Szóval nem az a fajta free-to-play játék, ami, ami azt kívánja, hogy orba szájba légy a monitor előtt, hogy valami uh, történjen. Szóval én magam sem játszottam vele minden nap, hébe-hóba elővettem, és nem éreztem úgy, hogy le vagyok uh, maradva. Természetesen abból a szempontból, hogy a hajóimnak nem voltak full fejlesztései, uh, abból a szempontból azért um, érezhető volt, hogy néhol gyengébb volt ennél még csatával, de hogyha mindig a falkával voltam, hogy is mondjam, a többi hajó közelébe, akkor nagyon jó sikerélményem volt. A csaták tényleg úgy vannak kitalva a játék, mondhatni egy aféle stratégiai játék, bár van Team Deathmatch, van egy Onslaught nevezetű játék, és van egy Conquest nevezetű játék ami jó ki vannak találva, a hajók balanszoltnak tűnnek, de csapatjátékban van a lényeg, és hogyha még nem is ismerősökkel vagy, hanem full idegenekkel, az emberek nagyon gyorsan ráébredtek ebbe a játékba, hogy hogyan kell uh, játszani, és igyekeznek együtt maradni. És tudjátok mi volt az egyik legmeglepőbb dolog? Hogy vannak, tehát van healer hajó a játékban konkrétan, és... Uh, a healer, tehát emberek használják a healer hajót, és hílenek és ott vannak, és segítenek. Persze, az hozzá kell tegyem, hogy azért megvan azok az emberek használják a healer hajót, mert hogy kurva sok XP-t ad. Szóval, és ha valamire szükséged van ebben a játékban, az, az XP, és healernek lenni nagyon-nagyon kifizetődő, sérülékeny hajó, de nagyon kifizetődő uh, tud lenni. Beszélgessünk akkor egy kicsit a hajó típusokról, mire lehet számítani. Van egy ilyen gombocska a how to play, szóval nagyon eltéveni sem lehet. Szóval van az artillery cruiser, azok tulajdonképpen sniperek, nagyon sérülékenyek, de viszont kurva távolról tudnak lőni, és a legtöbb hajónak nem feltétlenül ér el odáig a lövedéke, ahol ez a sniper meg tud bújni. Szóval nagyon komolyan néznek néha. A korvettek, azok ezek a kisebb fajták, ők gyorsak, és nagyon könnyen az ellenség háta megint tudnak kerülni, egy ilyen hit taktikát alkalmaznak, na ők a legkevésbé kedvencében nem tudnak annyi sérülést okozni, főleg egy Monstrumnak, mint a Destroyer például, hogy igazi sérülésen legyen. Szóval a Destroyernek elég sok damage van, és ők veszik fel a legjobban a harcot a dreadnought amik ugye a tankok, de kurva tankok, hogy lövöd be az meg fél óráig, és egyszerűen nem akar megdögleni. Na, eh, hát ja, ez, ez, van. A Tactical Cruiser pedig um, uh, konkrétan ugye ők, ők, a gyógyítók, uh, de damage-ben viszont akkorát nem tudnak damage-elni. Tehát itt azt írja, hogy can healer, or damage, de azért a damage az annyira nem nagy damage, szóval inkább a heal és a fókuszálnak azok, akik ezzel uh, játszanak. Szóval nem, nem, egy, nem, egy, nem egy rossz dolog. Most egy kicsit meg tudom mutatni, hogy uh, hogy néznek ki. Ezek így a valóságban van egy uh, Doverem például, ugye az így néz ki, nagyon komoly. A Rurik az a Sniper, de még egyes szintű, nem sokat játszottam vele, valahogy nem az én stílusom. Nagyjából így néz ki. Természetesen ezeknek vannak az ilyen marketes kurvafasz változatai, és uh, annyi biztos, hogy van több fajtája is, de ezek csak egy példa hát na, itt van egy, hát azt hiszem ez egy romboló, igen, ezek a rombolók. Uh, nagyon komolyan ki, ezt kaptam maguktól, a készítőktől, de ugye egyszer nem tudom editálni a izéjét, szóval mutatnám én jobban is. Uh, van egy ilyen full tank, azt kell mondjam, kurva jó, ez a Hanuman is, ezt vásároltam magamnak, kurva jó ezt ki, érdemes megmutatni. Uh, ez viszont tök jó néz ki. Szóval, <há> nagyon komoly, ez is egy ilyen romboló osztályú. Uh, cucc, de annak ellenére kurva sok damage is tudnak elnyelni. Uh, itt van egy ilyen tankféle uh, őr, hagyom, nagyon komoly, ezt, ezt, már viszont ki tudtam díszíteni, <laughs> egy csomó mindent, ahogy kapta a játékbéli pénzzel, meg tudtam vásárolni különböző díszeket, és kurva jól lesz is, ez 200%-os rezolúsorról beszélünk itt, szóval, jobb. Uh, yep, uh, ezek, ezek lennének, ő, öt is kaptam, vagy vettem? Öt lehet, hogy vette. Igen, át, ez, igen. Tehát ez is egy korvet fajta talán, ha jól tudom, tehát nem, nem nagyon ismerem az összeset. De van róluk leírás, ha minden igaz. Uh, szóval nem, 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 egy, nem egy, nem egy, nem egy rossz uh, dolog. Szóval eze, ezek a hajóim vannak, így mikor még régen tesztegetve próbálgattam a játékot, minél többet próbáltam, de mostanra annyi biztos már kialakult a stílusom, tehát vagy ezt a fajtát szeretem, Uh, az biztos, ez, ez, nagyon jó, ezzel jól tudok játszani. Lassú, de üt című történet, és bírja a damage vagy a dolával, ami egy kicsit gyorsabb. Nem damage olyan sokat, de uh, a gyorsasága és a uh, gyors tűzereje, tehát az gyorsan lő, nagyon-nagyon uh, hatékony ilyen csapat szupportát tesz, és ha időben lövök bele az enemy akkor még a killeket is el tudom lopni, ha, ha úgy van. És persze most kérdezhetitek, hogy na de nekró, most ezt neked fizetik, mégis csak elmondanád, hogy mi a negatívuma a játéknak. Srácok, hogy őszinte annyit nem játszottam vele, hogy igazán ismerni tudjam a negatívumokat. Uh, van benne egy, ami így, így egy kicsit uh, nyomta az orromat, mindjárt rá fogunk arra térni, szóval uh, beszélünk arról, hamarosan be fogom mutatni a menőrendszert, mert ahhoz van köze, és beszélni fogunk róla. Aki több időt játszott ezzel a játékkal, mint én, az írja le nyugodtan, hogy mit tapasztalt uh, ezzel kapcsolatban, ezzel is segítve a közösségünket. Szóval így én nekem általánosan, mivel pozitív játékélményem volt, az igazság az, hogy annyira kurvára élvezem a, a csatákat. Nem játszom gyakran veled, amikor játszom, azt nagyon élvezem, és írták is tudod, amikor küldték, hogy milyen feltételeket kell betartanom, és a többi írták is azt, hogy játszok egy órát, mielőtt elkezdem rögzíteni, hogy megismerném a játékot. És hát tegnap este elkezdtem játszani talán olyan tíz körül, és éjszaka nagyjából olyan egy óra körül hagytam abba vele a játékot, szóval annyira bele lendültem az egészbe, mert megfogott a csaták hangos, és tudod, nem kell sok idő ahhoz, hogy, hogy bele, belemerülj, hogy, hogy elérj egy eredményt, hogy, hogy, győzelmet arass, hogy sikerélményed legyek, tehát azért nem játszom a több ilyen írszum, új űrszimulátoros játék, amely játszanék, de az a grind mennyiség, ami kell, és nem beszélve a, a, a ugye Star Citizen például, ami, ami végtelenségi készül, és kurva drága, és fölösleges, tehát ez a játék, ez, ez a maga egyszerűségével, a pont megfelelő komplexitásával nem túl nehéz, nem túl könnyű, gyorsan nagy sikerélményt tökéletesen kielégíti azt, amire itt szükségem van. Egy valamit úgy igazán-igazán hiányolok, a komolyabb PvE-t, mert abban is van potencia, van egy ilyen kis játékmódja, mondom, a Proving grounds botok ellen mész, de az, a PvE-nek is lenne potenciája, de nagyon ráfókuszálnak a multiplayerre, ki tudja, talán majd egyszer. Nos, srácok, most jön a menürendszer, mert az egy külön kis komplexitást uh, igényel, uh, és ott van az a dolog, ami igazán zavar engem, úgyhogy hát maradjatok uh, velem a videó végéig. Maga ett... Nos, akkor menjünk végig egy kicsit a menü rendszeren. Um, hogy is néz ez ki? Tudod a hajóidat uh, szépé tenni, meg a kapitányodat is uh, jól kinézővé tudod tenni. Menjünk egy kicsit először a kapitányra. Én már egy-két egy dolgot bevásároltam, de nem mondom, hogy Uber sok opció van, de a, a játék nem is arról szól, hogy Uber sok opció legyen a kapitányra, úgyse látod túl sokszor. Max a játék végén, amikor ott van, de akkor jó lenne rá nézni. Ugyanez van így a ruhákkal is, minden bizonnyal um, lesznek idővel több ruhák és több elképzelések a kapitányokat, illetően nem egy rossz funkció, azt hiszem, hogy egy olyan dolog a játékban, aminek így benne kell lennie, és egy jó dolog, szintén idővel fognak jobban erre fókuszálni. Értelemszerű hogy a fókusz az, az magukon, a csatahajókon van. Nagyjából így néz ki a csatahajók. Nekem már van egy pár, ugye már, mivel nem most kezdtem a játékot, és kaptam egy párat maguktól a készítőktől is, tehát ezeket kaptam maguktól a készítőktől. Na most, hogy működik ez a. XP-zős rendszer dolog. Amint láthatjátok, itt fölül van uh, három fajta uh, XP, mondjuk így. Ez itt a G betűs, ezt vásárolhatod igazi pénzért, amit nekem ilyen nagyon sok, hála a készítőknek, az uh, a játékbéli pénz, és van egy úgynevezett, ez a csillag itt, ez egy úgynevezett free XP, ami igazából mondhatni, hogy egy aféle segítség abban, hogy fejleszteni tud a hajóidat. Most például itt van nekem ez a Dola, ezzel játszottam sokat valahogy ez fekszik az én stílusomnak. Itt már szépen kidíszítettem, Kicsit a, ha rámegyünk az Appearance-re, akkor itt be lehet állítani különböző színeket, és láthatjátok, látottjátok, azért vannak opciók, persze, hogy ez igazi uh, pénzbe kerül, szóval az kinekre számoljatok, hogy igazi pénzbe kerül. Kaptam megint csak ugye a készítőktől ilyen 4000 valódi pénzt. Elég nagy értéket ruháztak rám, hogy őszintén nagyon köszönöm nekik innen is. Remélem van valaki magyar, aki érti. Uh, és Rán lehet rakni té tényleg mindenféle uh, cuccot, és jó, jól néznek ki, tehát jó érzés ettől játszani. De tényleg így, így, így magával a játék, ha csak minden ilyen zöld lenne, akkor már nem lenne annyira izgi. De nem is ez a lényeg, ugye? Nem a külalakra még Á, azért van nekem is felhúzva 200%-os resolutionra a játék. Nem a szépségre mész egyáltalán. Szóval itt van nekem ez a dola, és ahogy az XP uh, rendszer működik, ha fejlesztést akarok csinálni a hajón, akkor ide jövök mondjuk az egyik fegyverre, rányomok, hogy tech tree, és akkor itt láthatom, hogy mibe kerülnek a különböző fejlesztések. Szóval, hogyha játszol egy hajóval, akkor arra a hajóra kapsz eh, XP-t. Tehát annak a hajónak lesz a saját eh, xp je megmutatom. Tehát például itt a Cerberus-a valamennyit, neki van 2000 ilyen xp je ezzel a Rurikkal játszotta valamennyit, 3000 xp je van. A navnál már elkötöttem, a dolánál pedig ugye itt van ez a 13000 xp mert ezzel játszottam, de még nem kötöttem el. Szóval rámelyek, hogy edit lódás és mindig hajó valamit fejleszteni, akkor ezt játszani kell. Rámész Tech 3, és... Kiválasztott, hogy mú, mondjuk neked ez kell a góliát Torpedo. Na szóval, ahogy működik az XP, ha neked kell a góliát torpedós, ez 16.000 XP-be kerülne, ami a hajódra van, akkor felhasználja a hajódnak rendelkező XP-jét, és mellé vesz még ilyen free, uh, free XP-t. Na most a kettő közül a free XP-t nehezen megszerezni, szóval uh, érdemes nem feltétlenül elkölteni, csak hogyha muszáj, hogyha meg kell adnod a kis boostot, mert hogy nincs meg elég pontszámot, de már szeretnél research mert hogy... a uh, önmagukba is ki tudod research uh, azokat a bizonyos um, fejlesztéseket. Szóval, hogyha nekem kell ez a Tempest Missile 3-as uh, változata, akkor én rányomhatok itt most, hogy research, mert a hajomnak van annyi um, XP-je, és ha rányom, akkor research, akkor research-ölve van. Viszont a másik dolog, hogy utána meg kell vedd ezt a részes, mert nem ingyen van és az már ugye a játékpéli pénzbe kerül na most, hajó XP-t és a free XP-t és játékbéli pénzt azt kapsz minden játék végén kapsz valamennyi pénzt, mondjuk nem olyan keveset, tehát nem olyan vészesen lehet gyűjteni a dolgokat viszonylag gyorsan haladni, a free XP az, ami nehezebben jön egy kicsit Na most, uh, ugye ezt ricsőzöttem, és hát akkor meg tudom venni ezt az ig igazi pénzét, bum, és voilà, fel tudom utána pakolni. Szóval most már egy fejlettebb, uh, uh, mi ez, rakétáim vannak az a űrhőmnek, egy kicsit nagyobbat sebeznek, őszintén, szóval nem jön rosszul ebbe a játékba, hogyha ki a hajódat. Hogyha nincs túl OP hajód, akkor nagyon csapatban kell játszanod ebből a szempontból. Na, vissza, bocsánat. Szóval így, így, így működik a dolog. Na most a minden free-to-play játéknak, azt nem kell elmondjam nektek, ugye elegen játszok meg megvan a hátoldala és a hátolütője. Nem tudom nektek megmondani, hogy Pay to win ez a játék, hogy őszintén annyit nem játszottam vele, hogy teljesen belemenjek, és hogy megnézem, hogy, hogy, hogy tényleg uh, pay to win Viszont van benne egy opció, ami nekem annyira nem kedvez, illetve ne, nem úgy nem, nem kedvez, nem nagyon látom az értelmét, és nem nagyon látom, hogy miért kellene. Uh, használunk ezt a, ezt a, ezt, a, funkciót. De mindjárt rátérek rá, először egy kicsit nézzünk rá a marketre. Uh, természetesen tudtok venni bandeleket, és van itt egy olyan, hogy elit status, uh, amit ugye valódi pénzért tudsz megvásárolni, és ez az elit status, az, amint láthatod, 100% kredit ad, XP bonus free XP bónuszt, és még a csapatnak is, akivel vagy, megadja ezeket az XP bónuszokat, és hogyha a csapatodban másnak is van uh, ilyen elit státusz, ami nekem itt jelenleg van, hála a készítőknek, uh, akkor azok felsztekkelődnek és uh, összeadodnak, és még több XP-t kapsz. Uh, ez, ez ez így egészen kultúrált, viszont um, természetesen vehetsz hajókat, mert miért ne, de azt, az, azt, kell, hogy azt vettem észre, hogy őszintén e, ezt kaptam a készítőktől, satövég. de az, azt vettem észre, hogy a játék bepárosít olyan hajókkal, amilyen hajóid vannak, tehát, hogyha mondjuk egy 5. Uh, hajót viszik, akkor 5. osztályok ellen fogok harcolni, szóval nem igazán éreztem, hogy, hogy előnyben lennék, meg amúgy is kicsit bénáskodik a játékba, stb. szóval nem nagyon éreztem azt, hogy előnyben lennék, hogyha egy hajót vennék a, a piacról, Max jobban néz ki, mint a többi, nem Max, hanem jobban néz ki, mint a többi. Uh, viszont egy problémája van ennek a hajónak, hogy uh, mindjárt megmutatom. Ennek a hajónak van egy olyan problémája, hogy nem tud editelni a lódátját. Ez, ez, ez az egy dolog, ezt nem értem, hogy miért nem. Nem tud editelni a lódátot, a, a ami aztán azzal fog járni, hogy. És külalakot se, Szóval. Ez az, az egy kicsit furcsa nekem, hogy miért nem, de lehet azért, mert hogy ilyen beta teszterként és a többi, de nem hinném, hogy őszinte legyek. Nem tud ételni a loadoutját, de a hajó, hogyha játszol vele, akkor gyűjt XP-t. Na most, az XP-vel tudsz csinálni egy bizonyos jogot. hogyha nem tudod felhasználni már egy maxos hajónak az XP-jét, akkor van itt egy olyan, hogy XP Conversion. Na most ez az XP conversion, ez olyan, hogy fogja a hajónak az XP-jét, tehát 40 hajó XP plusz egy darab valódi pénzé megvásárolható játékpénz, egyenlő 40 free XP. És a hajónak az XP-t át konvertálni free XP-be. Azoknak a hajónak. Na most az, hogy ez igazi pénzbe kerül, meh. Hogy őszinte legyek. Tehát ez az, ami nekem annyira nem fekszik, és nem nagyon értem, hogy miért csinálnék ilyet. Folyamatosan pénzt kéne mert azért gondol bele, az előbb konvertáltam át 10, uh, bocsánat. De 10, 4600 XP-t valami, és 4600 hajó XP-t konvertáltam át, uh, és ez belekerült 114 ilyen gébe. Szóval azt kell mondjam, hogy nem olcsó a konverzációs ráta, és jól meg kell gondolni, hogy akarod-e konvertálni azokat a bizonyos dolgokat. De ezt ugye a max maxos hajóknál, meg úgy néz ki azoknál a hajóknál, mert a hajó, amit megveszel a marketből, az ki van fullozva, még jó, hogy a pénzedé azt kap az, hogy már ki van fullozva egy hajó, és ugye, ahogy néztem, a játék olyanok dob be, akik már Eleve fullos hajóval vannak. Szóval nem kerülsz előnybe, ami egy jó, jó dolog, és mások sincsenek veled előnybe, ami egy jó dolog. De tény, amit én észrevettem, hogyha kezdő vagy, akkor törek egy falkában járni, amúgy is egy falkajáték, szóval igyekez más hajóknak a közelébe lenni ahhoz, hogy ö, siker élményed legyen, és hogy tényleg a hát, kurva jó élmény legyenek. Na, uh, szóval ez, ez a currency exchange az, ez az XP konverzió, amit nem így tudnék elképzelni, hogy őszinte legyen. Inkább vonjon le, mondjuk tízezer <laughs> kreditet, nem tudom mennyiért, tehát játékbéli pénzt, nem tudom mennyi free XP-ért, de az, hogy valódi pénzt költsünk el azért, hogy a maxos hajóinknak az XP-t átalakítsuk free XP-be azért, hogy boostoljuk a kisebb hajókat, amelyeken nincs annyi fejlesztés, meh, annak ellenére, hogy a hajó XP minden játék alkalmával nem olyan kevés, ami jön egy játékban. Na de azt azért uh, vegyétek figyelembe, hogy mondjuk itt van, itt van a dola, ugye azóta, azon még sokat kell fejlesztenem. Uh, loadout, menjünk rá a tech tree-re, és akkor nézzük azt meg, tegyük fel, hogy mindegyik fejlesztés 20 ezerbe van, szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, szor 20 ezer, szóval 15 x 20, tehát jól látom, tehát nagyjából azért egy 200-300 XP, ilyen hajó XP kell ahhoz, hogy tisztán free XP nélkül ki tudj fejleszteni mindent. A kettő játékomba került összeszedni, tehát két játékomba került, vegyük figyelembe az XP boostot is, amit az eli miatt kapok, de két játékomba került, hogy uh, megcsináljam azt a 13 XP-t, amivel rendelkezett a hajó. 13.000 XP-t, amivel rendelkezett a hajó, hogy fejleszteni tudjak egy ö, torpedón, ugye, hogy ö, jobb torpedón legyen. Szóval tegyük fel ez XP-busz nélkül, akkor... Öm, három játékba kerülsz. Nem olyan vészes, játszani kell a játékkal, és előbb-utóbb meg lesz természetesen egy full fejlett hajó, és akkor mehetsz a következőre. De hogyha esetleg nem lenne elég ugye hajó XP-d, akkor a Free XP-vel mindezt ki tudod egészíteni. A Free XP azért értékes dolog. Más dolgot, hogy boostod az XP-idet, tudsz olyat csinálni, hogy contracts és a kontraktok időről időre Uh, frissülnek, úgyhogy uh, amit látjátok, Destroy nem által kör, vannak feladatok, és ennek a feladatok hála kaptok még extra lóvét, úgyhogy, srácok, uh, egy érdekes, tehát minden tökre rendben van, tök jó kapcsolat és logika van a, a dolgok uh, mögött, hogy őszinte legyek, elérhetsz. Elérhetsz mindent ingyen, ahogy nézem, és felfeleztetsz mindent ingyen. Nem tűnik pay-to-winnek, ami nagyon jó dolog, szóval az, az teljesen rendben van. Ezt az XP conversion dolgot, én ez, ez, ez ettől vagyok kiakadva, ezt nem nagyon értem, hogy uh, miért létezik. Fő, hát jó, gondolom annak, aki van csomó pénze és kurva gyorsan akar fejlődni, az, az nyomhatja, mivel hogyha nincs hajó XP-d, uh, ha nincsen hajó xp és fejleszteni akarsz egy fejlesztést, sokkal kevesebb ilyen free XP-be kerül, mint hajó XP-be, az egyértelmű. Szóval um, gyorsabban tudsz haladni. Gondolom ez az a része, ami hát, hogy is mondjam, pay to XP faster, pay to progress faster, tehát egy kicsit mint a, mint a Warframe, hogyha nyomsz bele platot, akkor gyorsabban tudsz master rankhoz jutni, valami ilyesmit érzékelek emögött, nem játszottam még annyit vele, hogy megmondjam tisztán, hogy ez a, az egy olyan rendszere vagy sem hogy pétavín vagy sem de uh, nem tűnik annak, ami egy uh, fasza dolog. srácok, ennyi ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet ki jutott el a videó végig hashtag maska bugyik, érem a kommentben leírni, hashtag úgy. Ha tetszik ez a játék, akkor használd a linket a videó leírásában, uh, on, úgy töltsd le a játékot, uh, ha, egy, ha egy mód van rá, nem tudom, kapok érte valami bónusz, de mindenképpen a készítőknek is egy ilyen válasz, hogy hé, hey, megnézték, letöltötték, szóval rajtam keresztül, hogy tényleg sikerült valami eredményt elérni. Című történet, tegyétek meg ezt az ő kedvükért. Um, és hát ja, ha tetszett a videó, akkor dobjatok el lájkot, ha még szeretnétek esetleg látni egy-két ilyen gameplay, -t. ki tudja, lehet Facebookra csak úgy felnyomok ilyen random videókat róla, mert jó a játék, tényleg élvezem. De ja, dobja lájkot, ha tetszett a videó, a Discord szerverünk a videó leírásában, gameplay kommenteket, bármi tapasztalatokat a játékkal kapcsolatban írjátok le ide a, a videó szekcióba. kérdéseket várom Facebookon akár, hogyha úgy tetszik, köszönöm a figyelmet, sziasztok!